mosolyogjatok, a rendőrség is vesz titeket, mosolyogjatok. Nem sokára az Origónál lesz, tudjátok. Jó reggelt kívánok! Nem tudom, hogy nagyon nagy cél van itt a Kossuth téren, ahol azután vagyunk, mert a Országgyűlés épületében rendkívülülésre került sor, egy rövid rendkívüli ülés volt, amit az ellenzéki pártok képviselői hívtak. És azokról a szemben, amik december 6-osan tében történtek a tüntetések kapcsán, erre a Fidesz nevű egyébként csak ellenzéki pártok képviselői. Én a folyosókon voltam, vártam arra, hogy tudjak beszélgetni képviselőkkel, ott nem tudtam, itt majd ország tudok. Hogyha én úgy tudom, hogy az MSZP és a DK képviselői valamiféle esküt tettek a további együttműködésre, és részt vettek az ülésen független képviselők és a Jobbik, meg az LMP képviselői is. Az MSZP képviselőit, függetleneket, és ide a térre megérkezett a Momentum is. Elvileg érkezni fog a Jobbik, itt arról számoltak be az ellenzéki képviselők, és egyébként pedig semmi helyette itt vagyunk időben, és megnézzük, hogy mire készülnek a képviselők, akik most ezek szerint várnak a Jobbik képviselőire. Azt tudni kell, hogy itt ez az ilyen gyenge kordon volt kihúzva a parlament lépcsőihez, és elvileg az a kolléga, aki most oda fölment, ő belépő nélkül tartózkodik az Országház területén, miután a képviselők elhúzták, tehát egy ilyen mini kordonbontásra került sor, az imént elhúzták ezt a kordont, és felálltak, ők joggal mondják, hogy ez a munkahelyük, tehát ők állhatnak ott. Én viszont meglehetősen zavarba vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen ez itt az Országgyűlés területe, én a belépőmet mára már elhasználtam, tehát én nem mehetek be elvileg hát így ezeken a kordonokon túl. Igen, itt írják, hogy nagyon fúj a szél, alig hallani, ezen sajnos nem fogunk tudni segíteni, mert a szél az nagyon fúj. Aki nem tudom, hogy Borbély Ildikó MSZP-s képviselő szavait mennyire lehetett használni, megismétlem, tehát arra várnak, hogy kiérkezzen a Jobbik és az LMP frakciója is, hogy aztán felolvashassák azt a fogadalmat, ahogy ő fogalmazott, amit a plenáris ülésen is megtettek. Úgyhogy a kérdés, hogy érkezik-e a Jobbik és az LMP frakciója, mert hogy ők nem olvasták fel a plenáris ülésteremben ezt a szöveget. Ez gyorsan itt leellenőrzem. Hát egyelőre nem látni a kiállítóknál. Hatházi Ákos is távozik.
a napirendben felszólalása. Én nem tudom, hogy most mi zajlik a plenáris ülésteremben, gondolom ez, de azt a fogadalmat, amit a parlament ülésteremben felolvastak, azt ők nem olvastak fel. Úgyhogy hát bizonyos mértékig izgulok, hogy megérkezik-e az LMP és a Jobbik erre a mostani akcióra. Közszolgálati perceket tartunk. Nem így. Majd nagyon öltözöm fel, amikor megteszi, mert nagyon hideg van. Hallanak csak részben minket. Megérkezik a Jobbik és az LMP frakciója is, tehát teljes itt az együttműködés ismét. Azt hiszem a mai izgalmakat letudhatjuk. LMP-s képviselők mennek a lépcsőre, és csatlakoznak a többi ellenzékhez és független képviselőhöz. Ha nem lehet majd hallani, megismétlem utána, vagy megpróbálom összefoglalni, amit mondanak. Hadházi Ákos is. Thank you.
Láthatjuk, hogy a kormánypárti képviselők nem voltak jelen. Fideszes, KDNP-s képviselők a múlt év végén botrányos körülmények között elfogadtak egy botrányos, gyalázatos törvényt, és most úgy érzik, hogy elvégezték a munkájukat, úgy érzik, hogy nekik most megjár, hogy otthon pihenjenek. Ez szimbolikus volt, azt hiszem, hogy a kormánypárti képviselők a magyar munkavállalóknak ennyire érdekli őket az ő helyzet, ennyire érdekli őket ez a tiltakozási hullám, mert ez egy gyalázatos rabszolgatörvény kíván. Másik oldalon pedig az is szimbolikus volt, és rendkívül fontos üzenet, hogy elmondták ellenzéki képviselőtársaim is. Az egymástól egyébként nagyon sokban különböző ellenzéki pártok. Ez egy ügy kapcsán, tehát a rabszolgatörvény kapcsán egymás mellé álltak, és közösen elfogadták azt, hogy ebben a küzdelemben együtt kell mozognunk, együtt kell küzdelemben, oda kell állnunk az érdekében és ennek a szakszervezetek mögé, és nem hátrálhatunk meg, hiszen nincs hova hátrálni. Mindent meg kell, és meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy egy gyalázatos rabszolgatörvény meg lehessen semmisíteni. Ebben az ügyben tehát nem ért véget a küzdelem az elmúlt évben, hanem most kezdődik igazán ez a harc. Ehhez kívánunk mindenkinek változságot, erőt, és arra kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a lehetőségeinek megfelelően ezeket a tiltakozó megmozdulásokban, akciókban. Minden olyan eszközt alkalmazunk, ami sikeres lehet abban a szempontból, sikerül kialakítani azt az erőteljes politikai nyomást, ami által a kormányban meghatározza ebben a kérdésben. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy tartjuk, hogy ezek a tiltakozások hangosak, erőteljesek legyenek, ugyanakkor erőszakmentesek. Én is önöket a mai napon bebizonyosodott, hogy a magyar történelem leggyávább kormánya a mostani, egy olyan gyáva kormány regnál,
az ország élén, amelyik gyáva találkozni a saját népükkel az utcán, és gyáva találkozni az ellenzéki képviselőkkel a parlamentben is. Ahelyett, hogy szembenézne az emberekkel Orbán Viktor és a mamelukjai, Soros György háta mögé, az egykori mentor háta mögé menekülnek. Azt üzenjük a mai napon Orbán Viktornak és társainak, hogy nem tudnak, bár ők sem hova hátrálni. Mi nem hátrálunk, hanem kiállunk, nem csak a parlamentben, de az utcán is, akár a szombaton, akkor eljövünk mindannyian, mint a Kossuth téren ültetni, de arra biztosítjuk a szakszervezeteket is, hogy álljanak a sarkokra, és igenis, jöjjön az általános táj, igenis, utcán, az üzemekben lehet meghátrálást készíteni a kormányt, hogyha a parlamentben nem hajlandóak dolgozni 5 milliós fizetésért sem. Ők a nép túlóráztatásra támogatják, a sajátjukét viszont nem. Hamarosan ez fordul.
hanem az egy igazi csapatmunka volt. Csapatmunka, az ellenálló tömegek, parlamenti pártok, szakszervezetek, civilek és a Momentum között. Minden végig elértünk, együtt értünk el, és ezen az úton ezen tovább kell, együtt kell szükszönni. Az az öt pont, ami megfogalmazásra került, az összeköti az autóban dolgozó munkavállalót, a rendőrsorfalban álló rohamrendőrrel, civilekkel, parlamenti pártokkal, a Momentummal, és minden magyar emberrel. Azon a 83%-kal, akik a rabszolgatörvényt elutasítják. Első és legfontosabb feladatunk az lesz januárban, hogy a rabszolgatörvényt visszavonassuk. Ezért fogunk kézzel lábbal küzdeni, és kutni a vasat, addig, ameddig meleg. A Momentum részéről mi a vasat forrósítani fogjuk, ezt tudom megígérni, és mindenkit szeretnék arra kérni, nem egyet is beleértve, hogy szombaton 2 órakor jöjjenek el a Hősök terére és sétára kerülünk a Kossuth térre, és folytatjuk az ellenállást, ami csak most kezdődött 2019-ben. A zászló meg tudom mutatni, hogy mekkora szél, ez szokatlanul nagy. Nem is tudom, hogy most megpróbáljunk el beszélgetni itt a képviselőkkel. Igazából, mint hogyha ők nem is szeretnének, elmennek. De azért megpróbálom beszélgetni valamiféle szélvédett helyen. Tehát, hogyha itt talán van egy kis szélvédett hely, akkor itt el tudom mondani, hogy az ellenzéki pártok képviselői kijöttek az országház épülete elé azután, hogy egy rendkívüli ülést tartottak, amire a Fidesz nem ment el. Ezen a rendkívüli ülésen az MTV székház történteket szerették volna az országgyűlés elé vinni. És itt kint felolvasták azt a nyilatkozatot, amit bent az MSZP és a DK képviselői olvastak föl. És úgy tűnik, hogy minden ellenzéki párt mellé állt, itt vannak meg mögöttem képviselők. Én megyek veled. Ez történt itt a Kossuth téren, sajnos én nem fogok tudni így beszélgetni képviselőkkel, nagyon rossz, még egyszer mutatom, hogy ekkora a szél. Ezekben az állapotokban csak szóban tudok beszélgetni, amit esetleg majd a hvg.hu-n elolvasanak. Köszönjük, hogy mindezek ellenére velünk tartottak.